Itt vagyunk máig, az 600-an körülbelül. Nagyon bízunk abban, hogy tudtam, hogy elkezdem megszámolni. Amúgy elmondom neked, Norvigyam, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, szóval... Hát jó sokan vagyunk. Hányan vagyunk, tudjátok? 40. Valaki azt mondta, hogy 1000! De úgy az a lényeg, hogy sokan vagyunk, és az a lényeg, hogy... 500-an. Tök mindegy, 500-an, és nagyon-nagyon jó dolog az, hogy 500-an vagyunk, ez egy nagyon jó érzés nekünk, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk veletek ma este. Itt lehetünk és itt lehettünk. Azt hiszem, hogy kicsit többet láthatok belőlünk némelyik másodpercben, mint amit valaha is akartatok volna. Úgyhogy őszintén mondhatom, hogy szerintem most már barátok vagyunk. Barátok vagyunk? Igen! Ez azért jó az, hogy azt mondhatok, hogy igen, nem az, hogy nem. Ezt a várszártam, mert az utolsó dal egy olyan dal, ami a barátság himnusza, nekünk is, és szeretném, hogyha közösen most azzá tennénk még inkább. Kérlek titeket, hogy ti is énekeljétek velünk együtt, és egy kisebb koreográfiát hajtsunk együtt végre. Nézd ezt! Tudtam, hogy Norbert a Laugon szoborcsoportot is bele fogja vonni, de igazából ez arról szól, hogy öleljük meg egymást, de tényleg őszintén, tehát hogy igen, ti is, nem mi, ti. Kérlek titeket, hogy öleljétek át egymást, jó? Nem csak a testi kontaktus fontossága miatt, amit most nem megyek bele, hanem azért, mert három percnyi szeretetet idejét a legméltóbban kifejezni egy olyan dalról lesz most szó, amivel mindannyian közösen megmutathatjuk az egész világnak, hogy miért is vannak a jó barátok. Gyertek meg! Azért vannak a jó barátok,